Az a Svédország, amiben én felnőttem, az teljesen máshogy néz ki, mint a mai Svédország. Az a Svédország, amiben én felnőttem, ott még mindig évzárókat templomokban tartottak, istentisztelet keretén belül, svéd zászlókkal, a svéd himnusz eléneklésével, és amikor másfél évvel ezelőtt elköltöztem Svédországból, akkor már egy olyan országból költöztem el, ahol nem voltak istentiszteletek, nem voltak évzárók istentiszteletek keretein belül, nem voltak gyermekek, nem voltak iskolák a templomokban, nem voltak svéd zászlók, nem volt himnusz éneklése, illetve ahol velem már azok a közösségek, elsősorban a muzulmán közösségek, akikkel én foglalkoztam a munkám keretén belül, nem voltak hajlandóak velem kezet fogni. Elsősorban azért, mert nő vagyok.